tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Antal Nimrod, Kontroll, 2003. Tudod, miről szól? Ö... BKV, jegyellenőrök és blitzelők. Jó és rossz küzdelme a földrész legrégibb metrórendszerében. Hmm. Fölteszek egy kérdést neked és mindenkinek. Sém, Krokodil Dandi, Banán Köztársaság, Francia Kapcsolat, Bosszúvágy, Lidérces órák, Améli, mi a közös ezekben? Gyártási évük. Majdnem. Vagy a gyártási helyszínük? Metró. Mert hogy van nekik olyan jelenetük, ami Aha. a metróban játszódik, még a Lüggbesson Metró című filmjét is szerettem volna mondani, de elfelejtettem. <laughs> alapvetően, ha a magyar közönség filmre gondolunk, akkor szerintem a top 3-ból a Kontroll című film jut az ember eszébe. Én azt gondolom, hogy a mikorosztályunkból mindenképp, de reménykedjünk abban, hogy talán a mai fiatalok közül is mindenki látta a Kontrollt. Nem. Most kérdeztem diákjaimat, nem ismerik, szégyenjék magukat. De azt mondom, hogy valami Amerika 2002-2003 kontroll, Magyar Vándor 2000... Na, lehetne még sorolni. Itt elkezdődött valami változás. Előtűnik a új magyar Én... Jó, mert ugye a 90-es években hozzászoktunk az ilyen fekete, borongós magyar filmekhez, ahol a végén valaki megöngyilkolja magát, uh -huh. és üdítően hat az egyébként az Egyesült Államokban született... Antal Nimrodnak a filmje, amely ilyen MTV zenei klippekhez hasonló pörgésből áll 70-80 Mert hogy a rendszerváltás közepén járunk, ha nem a második felében, amikor is amerikás Antal Nimrod hazaérkezett. 2004-ben Lothar Mateus lesz a magyar szövetségi kapitány, ami, ami egyébként most így viccelődöm, de hogy azért van szerintem párhuzam, tehát, hogy itt van ez a feudál urbánus budapesti dagonya, nevezhetjük ezt sokféleképpen, és hozzá vagyunk már szokva a köldöknézős, olcsó, de cserébe legfeljebb MB1-es színvonalú, hazai szerzői filmekhez és végre. Történik valami végre egy közönségfilm, ami működik, és még szól is valamiről. Nevezhetjük ezt is szerzői filmnek, bizonyos értelemben, hiszen ő maga eredetileg angol nyelven fogalmazta a forgatókönyvet, amit később magyarul megírt. Egyébként miért írja angol nyelven? Mert hogy ő ott születik, ahonnan mérjön ide. <laughs> és milyen jó, hogy ide jött, aztán persze visszamegy, és hát akciófilmeket, meg horrorfilmeket filmeket Meg zenei filmeket. Fölfigyelnek rá. Ide jön, mert hogy film szeretne lenni, és a színműre vagy filmműre érkezik. 96-ban diplomázik. Egyrészt videoklipeket forgat. Szerintem a Gangsta Zolinak a Vatolokó című szám az zseniális, mármint a klipje is, meg talán még a szám is. Érdemes megnézni a csatornán, hogy milyen kommentek érkeznek. Meglepően nem csak magyar hozzászólások, illetőleg a diploma filmje. Hát nem is tudom, melyik, mondjuk a biztosítás nevezhető annak 1998-ban egy rövid film, és van rá utalás ebben a filmben. Mert hogy itt egyrészt a főhősök, azok itt nagyon ismerősek számunkra, másrészt pedig autók tönkretételében érdekelt emberekről van szó. Én mm. majdnem kizárólag amerikai filmkritikákat olvastam, amikor készültem erre a filmre, miközben ugye hát magyarként érzékeltem 20 évvel ezelőtt is és ma is, és hihetetlenül érdekes volt, hogy eltározom, hogy erre többször utalok. Ha már a színészeket említette például, az egyik amerikai kritikus azt írta, hogy ugye itt nem úgy van, hogy Tom, Cruise, és fölismerem, és akkor már mögé e, tudom ezt a karaktert, hanem itt teljesen ismeretlen emberek szerepelnek, mondja a nagy Amerikából, de hát mi pont ellenkezőleg vagyunk, tehát akiket itt látunk, azok már mind e, ismert karakterek, és részben Badár Sándor, vagy Mucsi Zoltán, vagy Serer Péter a már kidolgozott, vagy részben kidolgozott figurájukat hozzák a vászorra. Igen, a Csoma is erről beszél egy elemzésében. Umberto Eco-t citál... Hogy van az empirikus befogadó, empirikus olvasó, vagy empirikus mozinéző, és van a minta mozinéző. <laughs> Ugye az empirikus az hozza a saját tapasztalatait is, és akkor jé, ez a Pilangó utca, ez meg a névstadion. A minta a mozinéző meg elvonatkoztat ettől, és teljesen belehelyezkedik ebben. Na most itt van az amerikaiakkal az óriási probléma, hogy ők nem empirikus mozinézők, ők még K-Európában sem jártak, és nekik még az sem egyértelmű, hogy ki ez az ember az elején, aki beszél? Ugye számunkra, ha már a neve akkor ismerős volt Abba Botonnak. Igen, BKV vezérigazgatója. Mert ugye ezzel nyit, van egy ilyen, nem tudom, két és fél perces betét, amikor egy papírról szöveget olvas fel Abba Botond ami egy, hát egy szürreális élmény bizonyos értelemben, de mi tudjuk, hogy ő tényleg egy vezérigazgató. És akkor ez önmagában milyen abszurd már, de az amerikaiak meg nem értik, hogy ez most kicsoda, mit keres ott, ez most fikció, vagy valóság. így van, több helyen olvastam, hogy ő nem hiszi el, hogy ez tényleg egy vezérigazgató, és hogy mekkora ötlet a rendezőt. <laughs> és már ez is belehelyez bennünket a, a, filmbe, hogy egy ilyen abszurd igazgató bácsi fura dolgokat mond egyébként, tehát egyrészt nagyon dicséri a rendezőt, hogy milyen megtiszteltetés volt vele dolgozni, stb. Másrészt pedig kiangsúlyozza, hogy ez nem így működik a budapesti metró, ezek nem valódi egyenlőről, és hogy nem ez a logikája a rendszernek. Van ennek valami brechti üzenete számunkra. Azt is kétlik némelyek, hogy ő vezérigazgató, vagy szóvívő, vagy csak egy egyszerű alkalmazottja dkv BKV-nak, illetve hát egy ilyen atyáskodónak látják ezt az egészet, hogy a rendszer még a filmre is így ráterpeszkedik. Egyébként csak akkor forgathattak, most már ilyen kis fun fact múkás tények, amikor zárva volt a metró. Tehát Azért nem volt könnyű. Éjjel hajnali ötig, 40 napon keresztül. Egyébként, aki írt erről többek között, Hát egy Roger Ebert nevű szerző is foglalkozott ezzel a filmmel, írt róla, és egészen jó pontszámot adott neki. Milyen bizarr, bizarr érzés nekünk, nem? Amikor olvastuk ezt Trace az Ebert-et. lepontozta, ezt meg az egekbe emelte. De hogy a kritikus pápa a mi DKV rendszerünket dicsérive károsztatja. 19 fesztivál győzelem, Kámban vastapsal fogadták, ifjúsági díjat kapott a rendező, Chicago, Kopehága, Mexico City, Varsó, nem soroljuk fel. Az, fel az Európai Filmakadémiára jelölték, Oszkárra jelölték, és a Kán, amit említettél, 20 év után először jár magyar film. És, és, nagyon, érdekes, hogy, hogy Antal Nimrodról ilyeneket írnak, hogy éret alkotó jelent meg a színen, sokat tud rólunk, nevét meg kell jegyezni Antal Nimród, és hát egy ideig azért nem nem fog olyan nagyokat produkálni, azt azért tegyük hozzá, nem emelkedett egyelőre magasabbra, de tíz évvel később van itt egy Metallica film, és 2017-ben pedig a whisky sikere ad nekünk némi reményt. Nem szeretem a magyar filmeket, de ez nagyon jó, írja valaki, de nézzük meg, hogy miért jó. Jó magyar ember írja? Én szerintem igen. <gül> 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 Ez a magyar önbüntetés, vagy önkárhozás jelent meg ebben is. De hogy lehet, hogy egy kicsit a metró világát kéne megnézni. Ugye mit jelképez a metró? Mit ér a metró, ha magyar? Tehát egyrészt egy tömegközlekedési eszköz. Ez biztos. Oké, okay, de másrészt, amit már mondtam, a földrészen a legrégibb harmadsorban egy gépszörny, rázzúz, csikordul, szaga van, stb. És negyedik, hogy mélyen van. Mert hogy azért a, a budapesti metró, most nem a föld alattiról beszélünk, azért az egy sokkal mélyebb és más rendszer, mint mondjuk a Párizsi, Bécsi, vagy gondoljunk a berlini esbánokra. Tehát nem muszáj mélyben mennie, viszont nem annyira szövevényes. Jó, az de a... akkor ötödik, szovjet metró szerelvények. Tehát ugye 2003-ban járunk, tehát a Mütisinszkij Masino Strajitelnői Zavod felirat alatt a szovjet metrók futnak. Én egyébként jártam Minskben, és ott üdvözölhettem tökéletesen ugyanezeket. Aztán Jerevánban a... is ilyenek, meg régen is mentek ezek. Uh -huh. És akkor ez viszont az a rendszerváltás, tehát a szovjet hangulathoz is ad valami. Az látszik a filmen, hogy a rendezőt megfogja ez a, ez a csodálatos hangulat, ami árad. Ez a még a modernizálás előtti régies, némileg lepusztult, és hát ebben amit a, a... adtak a BKV ellenőrök, vagy már akkor is fönt voltak, szóval ezzel se tudnak egyes filmkritikusok mit kezdeni. Hogy... Igen, de gyerekkorunkban emlékszel, hogy még volt ez a here összezáró záró ajtó, hogyha nem mutattad föl megfelelően a bérletedet? A, ez már az után van? Igen, persze, hát a... ja, de igen, nem tudnak mit kezdeni. Azt írt az egyik kritikus, hogy ez így egy becsületrendszer, vagy becsületkassza. Ennél nagyobb félséget nem hallottam. Tehát, a... Nem arról, van szó, hogy becsület... Arról, hogy retteg, ha nincs jegyed, akkor rettegsz végig. Azon, hogy mikor igazoltanak len, illetve hogy beállnak-e a most Ha gulégyek. már retteg, ugye a film címéről szerintem szeretnél szólni két szót. Kontroll, ugye az át per meg per ki vizsgál, vagy utána per átnéz, ellenőriz. Nekem a vámot idézi ez a szó vám kontroll, amihez úgy a büntetés társul, hogy valamit elszúrtam, és ott tuti fizetni kell, és a vámosokat nem szeretjük. Igen. Tehát nyilván a főősökre utal, erre a csapatra, a jegyellenőrök csapatára, akik kontrollálnak bennünket, de talán utalhat a magára a metrórendszere is, aki meg a jegyellenőröket kontrollálja. Ugye van Cserhalmi Györgyel, meg Serer Péterrel, Felső és Középvezetővel egy-egy jelenet. Illetve hát átvitt értelemben a rendezőnek a kontrollja is ott van, mert ez az egy nagyon kézben tartott film, én úgy érzem. Tehát ez másodpercekre, vagy tized másodpercekre megvágott film. Egy nagyon meredek kérdést szeretnék föltani neked, Szabolcs, mégpedig azt, hogy te felismered-e az ellenőröket a buszon vagy a villamoson? Szerencsés helyzetben vagyok, kedves Gyula, <laughs> van bérletem. De akkor hogy fölismerheted Jó követő magatartás folytatok, <laughs> nagyon helyesen, ugye jogász, ember, vagyok, és meg teológus, tehát erkölcsileg is ezt támogatandok, úgyhogy nekem nem kell rettegni. És én egyébként átvittéltem, mert pont ezért is veszek talán bérletet, uh -huh. hogy tudjam olvasni a könyvemet rettegés nélkül. Uh -huh. de, de ha már kérdezed, igen, büntettek már meg. <laughs> mi? A, mert lejárt. lejárt, lejárt tehát, hogy két A könyvbe is nem vettél és te lennél ellenőr? Nem, én ezt sose értettem, ezt a jelentést. lennék, én lennék. Hát ha a rendszernek szüksége van ellenőrre. Igen, el. de én azt nem szeretem benne, hogy nincsenek megtámogatva. Most már egy kicsit megvannak, de az, a, 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 ahogyan bánnak velük, az vérforraló, és ez a filmhez is visszavezet minket. É, engem azért az érdekel, hogy az egy nagy példaképe, milyen ellenőrök lennének. Milyen ellenőr lenne Butha, Jézus Krisztus, <coughs> vagy Charles <tos> Bronson? <tos> Van, aki, van olyan Jézus kép, én nem ezt támogatom, aki szerint mindenkit elengedne, uh -huh. de hát ez nem lehet logikus, hiszen akkor tönkre megy a vállalat. Valaki ezt a filmet elemezte és leírta, hogy ha már mindenhol lenyúlja a pénzedet az állam, akkor tulajdonképpen nem lehet negatív figunának nevezni a potya utasokat. Egyet értesz ezzel, Szabolcs? <gül> <gül> Nyilván az attól függ, hogy, hogy ki az a rendszer, aki ott van. Próbálom közben egy visszavezetni a, a filmre a beszélgetést. Tehát egy totalitárius rendszer, esetleg lehet ez a, a hozzáállás, de hát egy demokráciában nem, még akkor se, ha éppen nem a te pártod Én elkezdtem alatt. számolgatni, hogy 2003-ban 120 forint volt a vonaljegy, és 4670 a bérlet, most a bérlet 9500, és a vonaljegy 350, megnéztem az átlagkeresetet, és hogy akkoriban 700 vonaljegyet és 18 bérletet lehetett venni egy átlagfizetésből, ma 931 jegyet és 34 bérletet. De igazából egyszerre vicces. Megné... Szörnyen meggazdagodtunk. meggazdagodtunk ezt, a, a magyar társadalom, de nem, tehát hogy valószínűleg mostanában nem nagyon emelték a bérletet bérletek árát, és akkoriban ne velem is volt olyan, hogy a, a hónap végén már nem tudtam bérletet venni, én mondjuk nem potyáztam, hanem kerékpárral közlekedtem. De hogy itt azért érezzünk együtt azokkal az emberekkel, akiknek lehetséges, hogy nehéz a jegy megvásárlása, például a filmbéli lányokat futtató kutyás úriember. A film egyik problémája lehet, hogy műfajilag nincs elhatározva. Ugyanezt pozitívan is tudom mondani. Tehát egy nagyszerű postmodern filmalkotással állunk szemben, amely eklektikusan keveri a műfajokat. Még egy harmadik szempontot is behozok. A szokásos ö, veszőparipán első filmes rendezővel állunk szemben, ától cettig mindent bele akart szuszakolni ebbe a filmjébe. Tehát ez egy horror, egy lélektalik krimi, egy akciófilm, egy misztikus thriller, uh -huh. egy szükséges film noir és egy vígjáték, meg Már... egy romantikus film. És melyik az, ami működik ebben, és mi az, ami nem annyira? Hát én szerintem a vígjáték, meg a, a társadalom szatíra, az nagyon jól működik. De az akció se rossz. Nagyon jó az akció is. És ö mi az, ami gyengébb talán? A szerelmi szál, ugye? Hát Igen. igazából újabb szerelmünk bukkant föl Balla Eszter szeméből, aki nem mondani. tudom kire emlékeztet bennünket, de... De hát nem sokat tudtuk meg róla, kedvesen mosolyog. Egyébként a Csányi is ilyen kedvesen mosolyog, és akkor ezzel megtörténik minden. Egyébként tényleg, tehát azok, azok varázslatok. Hát egy ennyire gyönyörű, szép nő. Igaz, hogy egy maci elmezben vagyunk kénytelenek tolerálni őt, úgyhogy csak az arcával játszik. Ez nincs, ez nincs kifejtve ez a szál. Bár igaz, hogy végül is ez mutat a megváltás felé. Az egész talán egyébként egy úgy is működik, mint egy metafora vagy allegória, tehát egy, egy negatív utópia látunk egy olyan elképzelt világot, mert te itt utána néztél a jegyeknek, de igazából ez a film ez időtlen. Én, én azt bazaroltam az időmet. Lehet, <laughs> hogy örök film, ha lehet ilyet mondani. És akkor ez már az értelmezések fölfejtése felé visz minket. Tehát ilyen pokol vagy tisztító tűz metaforának is fölfogható. Jó, és akkor pokol, és akkor mindenki bűnhődik, valamiért, legalábbis, aki itt van ellenőrként. Ez az ő beteljesülésük, ez az ő jutalmuk. Ez lehet kritika, egyébként. Ne, ne, nem, én kérdezem. A, a, de nem, a kell, metafora, nem kell, én csak kérdezem. Mert úgy tűnik, hogy az utasok is föllemennek ebből a rendszerből, tehát, hogy egy, egy város lüktet a metróvonal fölött, meg úgy tűnik, hogy egy önök nagy része is hazamegy Sőt, a családjához. De van, aki ott él. Így van, ami mi főhősünk Bulcsú, aki egyébként az amerikai kritikákban rendre Bullskú néven szerepelt, de legalább tíz ilyen igen, kritikát olvastam. Ezen a néven is el lehetne gondolkodni. E, aztán ott lakik még Béla bácsi. <laughs> Ami Kovács Lajosunk. Így van. Egyszer aki... elnövezhetnénk <laughs> olyan filmet, ahol ő a főszerep. De jó lenne már. És ott van még egy arc nélküli ember, akit én egyből kitaláltam, hogy ki Az árnyék. Az árnyék? Az árnyékot, Mert én végig gondoltam, hogy ki, ki hiányzik innen? Ki szokott még ezekben a filmekben? És akkor eszemültött, hogy igen, de ezt nem mondhatjuk el, hogy ki ő. ezek szerint nem mint amerikai ember nézted a filmet, mert ők nem találták volna ki, hogy egy ilyen badáros mucsis Serer Tom Cruise-ra gondoltam volna amúgy. Tehát akkor itt van ez a pokol, amit hárman nem tudnak elhagyni, vagy csak ketten. Vagy akár a pokol mentén mondhatnám az alvilágot, ami nem teljesen ugyanaz, vagy a halálban játszódik. Vagy a lelkünk sötétebbik részében. minél többet gondolkodom a filmen, egyre inkább a fele magam, hogy ez Vulcsúnak egy egyszemélyes melodrámája, Sőt, én még oda is eljutottam, ez talán már túl elborult és művészi eskedő elnézést. Nem kéne, érek, Hogy, hogy ez, egy, ez, egy, agy, ez a metrórendszer, és ennek a tudatalatti ja ennek az embernek, mert hogy, és erről akkor kell beszélni, maga a rendező azt mondta, hogy ő, őt a jó és a rossz küzdelme foglalkoztatta végig a filmben. És engem meg ez nagyon foglalkoztatott, hogy mire gondol jó és a rossz küzdelmében. Nyilván a, a, a bulcsú az egyik alapvető elem, akinek hát döntést kell hozni a saját életéről. Van egy jó jelenet, ami váltást jelent az ilyen szociobörleszkből, ami a roncsfilmhez hasonló. Az egyre sötétebbé váló mondjuk thrilleres vonulat, akciófilm vonulat felé, és ez a váltás, ez egy találkozás ferivel, a, a, aki a főnöke volt az egyetemen, vagy egy vállalatnál? Hát ez külön elvet kérdéseket, én? mert ahogy egymásra néznek, ott azért más is eszembe jutott. Bulcsút eredetileg Bertók Lajos játszotta volna, a tragikus sorsú színész. És akkor De... problémák miatt kellett megválni tőle, úgy hallottam. Igen. De most Csányi Sándor gyönyörűen formázza Bulcsút, és van, aki azt emeli ki, hogy ő a helyét kereső kiábrándult értelmiségi zárójel rendszerváltás, Búcsú a helyét kereső kiábrándult magyar film is, de akár ez a rendezőnek az alter egoja. Igen, mert az életkorán gondolkodom, most hirtelen nem tudom, hogy mikor született Csányi Sándor, de hogy ez a fiatal ember ebben az életkorban, mondjuk 20 évei közepe, talán 30, minden esetre egy, hát egy ilyen harmad életharmad közepi válságba kerülő ember, aki már elkezdett valamit sikeresnek néz benne. A, a, Ferivel való beszélgetését az rögtön össze, képzeld el a, csányi elég sok rögtönzés van a filmben, például amikor szegény Nagy Zsoltot nekivezetik a, az oszlopnak, és látszik is, hogy ott tényleg a mucsi az így kiesik a szerepéből, és pont azért teljesen belekerül ebbe. Igen, még a humorról kéne beszélni. A másik a fülénél fog a föl, és aztán meg kellett várni a színésznek a fülét. Ezt is is de várjál, ott rögtön őzte azt, azt a kulcs adatot nekünk, hogy ő mi volt annak előtte. Ezt én azért érdekesnek találom. Tehát ez a, menj oda, fiam, és mondjál valami mélyet és borongósat, és kellően homályos. Igen, idegesít az a rész, de ez legyen az én bajom hogy egy kicsit elkezdenek ott pszichologizálni. Igen. Engem a fönn és a lennek a feszültsége izgatottabban abban a jelenetben, tehát fönn az volt a baja ezek szerint, hogy állandóan versengenie kellett és bizonyítani. Itt len, hát itt meg, megint más bajok vannak, itt tiszteletlenül bánnak a jegyellenőrökkel. Tehát ilyen értelemben Cseberből vederbe került. Még egy értelmezési dolgot ide fűznék, nehogy kimaradjon. A Roger Eber veti föl, hogy úgy érezzük, beléptünk a nukleáris csapás utáni tudományos, fantasztikus társadalmak egyikébe, ahol a felszín lakhatatlanná vált, és néhány túlélő ragaszkodik a föld alatti élethez. Igen, zseniális. Zseniális. Ezzel a negatív utópjával erre próbáltam utalni, tehát ez, ez kapcsolható a mi más filmélményeinkhez is. Egy rendszerváltásnak adjunk azért egy három mondatot, tehát azon túl, hogy milyen váltás van, előjönnek a filmben a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, leszakadó ellenőrök, a hajléktalanság, ha arra gondolok, hogy Bulcsúnak nincs lakása, az alkoholizmus, ugye Magyarország a 80-as évek elején ö, iszonyatosan az alkoholisták országává válik, a dohányzás, de megjelenik a rendszerváltással a drog is, aztán, amit mondtam, Bulcsúr, ez a hétkereső kiábrándult értelmiségi, aztán a megfigyelő kamerák, ahogy ott vannak, vagy a ketchup, sült rumpi féle igénytelen amerikai gyorskaják, de az új szemléletek is, hogy mi az egész egészséges, vagy mennyi mentálisan sérült ember jár kell, akár ők maguk ellenőrök is lehetnek. Illetve olyan érdekes, hogy a cigányság is felbukkan a filmben, háromszor is. Ugye a sotairén, akkor van az a csöcsörészős nő, meg az a fiatal csaj, aki hozza nagy darab csávóját megverni az egyik ellenőr. De hogy ez is azért Igen. jó dolog. Illetve azt írt az egyik amerikai jellemző, hogy ilyen cigányokhoz méltó káromkodásokkal oltják egymást, ami valószínűleg egy tudatlanság Got jelent, tehát azért a mi kultúrákban nem kell ehhez romának lenni, hogy ízesen elküld a másikat melegebb éghajlatra. Hmm. Aztán a humorról egy pár szót, nem tudom, hogy mi az első humor, amikor az eszenyi a tántorog, az, ami még nem nevetünk, de lehet, hogy volt olyan -e néző, aki igen. Az Valaki inkább... megdicsért, hogy ez zseniális. Ez De Aztán... tényleg jó egy ilyen nagy látni. Aztán ott van, amikor a kamera rámozdul az alvó, illetve fölébredő fiúra, egyébként zárója lehet, hogy a Csányi is egy roma fiú, Játszik, záróje bezárva, és akkor négy. Szóval hogy itt mulatságos, de akár ijesztő is lehetne. Aztán van az a, a kecsapos jelenet, ugye, ahogy ott a ketchupot, hát nem is tudom, fosatja ez a nagy. Kicsoda? Várjál a, a pindroch Muki, és akkor őt így alázza a dohányos Mucsi. Hogy tudott -e lenyelni ezt a. Kora hajna a terített zsírsav lerakódik az artériádban. De itt ez például, a, tehát a Muchi jellegzetesen hozza ezt a Kapa és pepe figurát, amelyet ekkoriban fejlesztenek Igen, ki é, Jancsó rendező úrral, és erre Péterrel természetesen. É, én nem tudom, hogy ez hogy fejlődik, ez külön megérne egy misét. Igen. Ö... És ami azóta is, hát nem nem azt mondom, hogy beleragadt, de hogy mindestre használja újabb és újabb humorforrások kiaknázására, amerikaiként azért érdekes lehet nézni és igen. Ez igaz. És hát ott megjelenik a badár is. Én nem mindig szeretem, de itt, itt teljesen rendben van. Kevés ember, talán statiszták csúsztak ki a szerepükből. Képzeld, van olyan, aki badár Sándort, a Trainspottingból Robert Carlyle-hoz hasonlítja Begby alakjához, és valaki azt írta, hogy ez egy metro spotting. tehát ilyen, annyiban igaz, hogy van egy, egy, van egy csapat, tehát kell egy csapat, ugye kell egy metró, egy helyszín, és kell egy csapat, és ez, a, ez, az öt fő, ez egy fantasztikus együttjátékot alkot. Aztán persze, ahogy mondtuk, eklektikusan műfajváltással kiemelkedik az egyik. Én gondolkoztam, hogy az ötnek van egy jelentősége, de hát ők is a Trainspotting is öt volt, csak négyen maradtak a fotózás. Igen, az biztos, hogy ez már de... elég ahhoz, hogy több jellem legyen, de még nem túl sok, hogy mondjuk Aha. 12 dühös ember szörnyű lenne egy szobában. Igen, nem. igen. Egyébként egész sok jellemet megismerjük. Még azon gondolkoztam, hogy ez egy nagyvárosi Road Movie. A lélek rejtekeiben utazik. Másrészt meg, hogy hogy többen ezt a nagyvárosi labirintust emelik ki, de hogy az Antalnimródnak ez legyen az érdeme, hogy ebből a budapesti, akkor még három metróvonalból egy labirintust teremtett, és ezt elhiszik Amerikában, de mi is, hogy ez egy micsoda óriási hálózat. Elhangzik a keleti vonal, nyugat-keleti vonal, ami nem létezik a magyar rendszerben. <laughs> Elég sok vonalat mi? lehetett ott látni. Aztán ott még a, érdemes az értekezletről beszélni, hogy Scherer ütöget a kis pálcájával, nagyon szépen építi a karaktereket és az atmoszférákat is a rendező ha írná az ember ezt a forgatókönyvet, akkor kell egy csapat, kell egy fős, annak majd szerelembe kell esnie, kell egy rivális banda, itt történik a nevezetes sínfutás, az éjféli express gyilkos robogása elől, az, az, egy jó, ami megismétlődik még egyszer. Ha itt autó hangokat, meg motor hangokat hallanak a hallgatók, akkor ezt tudják be annak, hogy éppen itt forgat Antal Nimród a legújabb alkotását. Hát lehet, hogy a Control 2 gondolom én. A, van, vannak a filmben foci huligánok, és az egyik csúcsjelenet számomra az a pszichiáter előtti látogatás. Azt hittem a helyszínelés. Ó, az a másik. Várjál, még a fiatal, <laughs> hogy mondjam el, az olyan, mint egy videoklip, egyre fölgyorsulva vannak vágva, benyomva Igen. a polénok. az amerikaiak panaszkodnak nekünk, hogy azt már nem lehet elég gyorsan feliratozni, és, és nagyon jól, jól hozzák a, De milyen szép, hogy meg akarják érteni. A, a, a ki hogyan őrül meg ebben az átrendszerben e, dilemmáját. Uh -huh. Nem tudom, hogy most már vannak ilyen videók, hogy hogyan, hogyan főzzünk különböző receptekről, és lehet, hogy majd összevágom ennek a filmnek a és a pörkölt. De hogy van egy halottunk, akiket miszlikbe aprított a metró. Több halottunk van, de egy konkrét. És akkor ilyen furcsa kameraállásból mutatja a rendező szerencsére nem magát az áldozatot, hanem akik, akik nézik az áldozatot. Azért egy-két húscafatot látunk. Igen, meg szervet. de nagyon sok fajta humor, és akkor van altesti is, de nem egyébként nem, nem annyira közhelyes, meg nem annyira alpári. Nekem a, következő következő az a kedvencem, ahol anyád a majom, te Majom. A, már maga a jegyellenőri munkánál is ugye elkezdtünk erről beszélni, a, az ember, tehát mi, te meg én és a néző azon gondolkodik, hogy ezek szerint a mi munkánknál is vannak rosszabb munkák, és aztán a filmben is elhangzik kifejten, hogy még a jegyellenőri munkánál is van rosszabb, tudnél így kiskanállal összezedegetni valakinek a maradványait. Aztán amikor túlmegy a metró, mert Béla bácsi részeg. És tényleg, ő is hibázhat. Vagy belegondolunk, hogy ellenőrként milyen nehéz lehet csajozni, az pedig az a végtelen utazás. Hát, hogy a ritmuson nagyon jól játszik a rendező. Ott azt számolgattam is, egy megálló Budapesten körülbelül egy perc akott lenni, ez egy hat perces megálló. Igen. A, igyekszik eltávolítani a, azért a, a, a BKV valóságától a filmet a rendező. Például egy jelenetben többféle állomásból van összevágva jelenet sor. Tehát mi ne tudjuk beazonosítani. Azt most mondtad itt a, a simfutás kapcsán, hogy nem látjuk a legizgalmasabb dolgot benne? A halált, ugye? is, meg hogy úgy futnak, hogy csak beszélnek, hogy megvan a feszültség, megvan a zene, apropó zene, Neo, de hogy nem, meg a, apropó operatőr Pados Gyula, de hogy nem, nem látjuk magát azt az akciót. Általában az alacsony költségvetésű filmekre jellemző az, hogy a, a lényeget ki kell hagyni, viszont ez egy nagyon jó rendezői fogás, mert fokozza a hangulatot. Én meg akartam még tőled kérdezni, hogy beleszerettünk Balla Eszterbe? Muszáj volt. Muszáj volt természetesen, igen. Viszont amikor ő megjelenik, akkor megjelenik ez a romantikus melodráma a filmben, és egy picit elkezdünk elfáradni. Egyszerre van egy szürreális irány, ami izgi, de ez a szerelmi szál, ez mondtuk, egy picit kevéske, és, és, már, már nem kerülünk. Tehát inkább kivett bennünket az a film, de azért picit még megtart. Azért én megbocsátó vagyok vele. Szerelmi szál is fölbukkan, a hivatását is úgy tűnik, hogy kezdi visszanyerni. Egyébként is kirúgják a metrótól, hm. és hát egy ilyen beavatási történet a második simfutás, amikor leszámol az árnyékkal, aki lehet, hogy az ő hasat ényének a másik része, vagy az is lehet, hogy az az ördög, akivel leszámol, és az angyal jelmezbe, vagy pillangó jelmezbe öltözött Balla Eszterrel, ugye fölmennek a fénybe. Akkor ez több, mint felnövés történet. <laughs> De még annyi, hogy mondanál egy-két filmcímet? Operaház Fantomja, Solaris, Metro... Kubrickot szokás sem megetni, Scorsese-t, Takeshi kitano Ridley Scott, Guy Ritchie, Quentin Tarantino. Micsoda év sor. Akkor az én záró mondatom az lenne Pápai Zsoltól, hogy a megváltás érvényes vonna egy, egy nélkül érkezik. Nagyon jó. És a szerelemtől, és a démonainkkal leszámolástól följutunk a fénybe. Antal Nimrod, Kontroll című 2003-as filmjéről beszélgettünk. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.